A legtöbb ember számára a DVD egy korszak szimbóluma. Filmek, játékok, biztonsági mentések, mindez egy kis csillogó korongon. De míg a legtöbb háztartásban már rég a polc mélyére száműzték ezeket, a technológia nem állt meg. Egy új fejlesztésnek köszönhetően a DVD-hez hasonló optikai lemez most új életre kelhet, méghozzá elképesztő adattárolási kapacitással. Akár 200 terabájtot is képes lehet eltárolni egyetlen lemez. Ez körülbelül 50 ezer DVD-nyi adatot jelent, vagy több mint 200 Ultra HD Blu-ray filmnek megfelelő mennyiséget. A háttérben egy japán-amerikai kutatócsapat áll, akik a nanotechnológia és az újfajta fényérzékeny anyagok kombinációjával érték el ezt a forradalmi áttörést. A lemez nem csak sűrűbben képes adatot rögzíteni, de háromdimenziós adattárolást is lehetővé tesz, azaz több rétegben tárolják az információt, hasonlóan ahhoz, ahogy a felhők rétegződnek az égen. De miért lenne erre szükség, amikor mindenki a felhő alapú tárolásra esküszik? A válasz egyszerűbb, mint gondolnánk. A felhőt adatközpontok működtetik, amik hatalmas mennyiségű energiát fogyasztanak. Ráadásul a biztonságuk sem mindig bombabiztos. Egy jól tárolt optikai lemez azonban évtizedekig sértetlenül őrizheti meg az adatokat, ráadásul minimális energiafelhasználással. A mesterséges intelligencia térnyerése, a big data korlátlan adatészsége és az űrkutatás is olyan területek, ahol az ilyen típusú tárolási megoldások kulcsfontosságúvá válhatnak. Gondoljunk csak arra, hogy egyetlen lemezre ráférhet például egy komplett nyelvi modell tanító adatbázisa, és mivel ezek az adatok nem változnak, csak olvashatók, ideálisak hosszú távú archiválásra. Az új optikai lemez fejlesztése még nem tart ott, hogy a boltok polcain találkozhatunk vele, de már most jól látszik, hogy a fizikai adathordozók nem tűntek el, csak csendben újra feltalálták őket. Ahogy a bakelit lemezek is visszatértek a zenevilágába, úgy az optikai lemezek is új szerepet kaphatnak a digitális korban. Nem szórakoztatásra, hanem megőrzésre. Ha tetszett ez a téma, nyomj egy lájkot a videóra, és iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a jövő techvilágának legérdekesebb híreiről. A kommentek között mondd el, szerinted van-e még jövője a fizikai adathordozóknak, te miben látod a legnagyobb potenciált? Archiválásban, adatbiztonságban, vagy talán valami egészen másban? És szerinted tényleg szükségünk lesz ekkora mennyiségű adattárolásra a közeljövőben? Írd meg a véleményed, mert érdekel, te hogyan látod ezt a digitális forradalmat.